Ismét megrendezik Tatabányán a Diák Biológus és Környezetvédő Napokat. Ez alkalomból tartottak sajtótájékoztatót a helyszínnek otthont adó Bárdossa László gimnáziumban. A programot mindig a Föld napjához igazítják, ami idén április 16-a és 17-e között lesz. A rendezvény egyik része a tanulmányi verseny, illetve diák konferencia, melyen lehetőség nyílik arra, hogy egy hosszabb időszak önálló kutatásait, megfigyeléseit összegezzék a tanulók. A versenyzőknek 10 perc áll majd rendelkezésükre, hogy bemutassák a munkáikat. Az eseményen emellett számos programot kínálnak majd a szervezők. Lesz többek között reformkonyha, gyógyteaház, dísznövény kiállítás és vásár, és fotókiállítás is.